Kell egy jó barát! Erről szól a 33. zsoltár, meg persze sok mindenről, de én azt gondolom, hogy legjobban nekem legalábbis ez a mondat foglalta össze a tartalmát. Kell egy jó barát! De miről szól ez a mondat? Megmondom őszintén, nem sok, de azért néhány közösségi oldalnak, online-internetes oldalnak magam is tagja vagyok. És vannak olyan barátok, olyan ismerősök, akiknek az oldalára mindig érdeklődéssel tekintek, mert valami olyan megosztást nyerek ott, amit örömmel tetszik elek. Amikor egy képet, egy gondolatot, egy írást, vagy egy élményt megosztanak az életükből, mindig tudom, hogy valami kedves, derűs, bátorító, vigasztaló, megerősítő gondolatot tartalmaz. Kell egy jó barát. Persze, ha nem csak a képernyőn látjuk egymást, az még jobb. De mennyi erőt nyerhetünk egy igazi jó barát által? Hallgassuk csak meg a 33. Zsoltárt. Örvendezetek az Úrban, ti igazak! A hívekhez illik a dicséret. Dicsérétek az Urat, citerával, tíz húrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen újongva. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges szereti az igazságot és a törvényt, az Úr kegyelmével tele van a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tengervizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója. Mert szólt és meglett az, Parancsolt és előállott. Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr szándéka megáll mindörökké. Szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Letekint az Úr az égből, lát minden embert székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő formálta minnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat kimenti lelküket a halálból, és az éhinségben is eltartja őket. Lelkünk az urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. A 33. Zsoltár egy örvendező, Isten dicsérő Zsoltár. Rögtön az első három versében felszólító módban szerepelnek ezek a szavak, örvendezzetek az Úrban, dicsérjétek az Urat, énekeljetek neki. És itt egy nagyon érdekes kifejezést olvasunk, énekeljetek neki új éneket. Az ember lelkében lévő darról már Babics Mihály is írt, és arról szól Dávid Zsoltára is, hogy amikor az ember Istenhez fordul, akkor újra és újra felfedezhet valami újat, valami tapasztalatot, ami éneket fakaszt az ember lelkéből. Az örvendezés és a dicséret tehát nem valami Isten által megkövetelt házi feladat a hívő ember számára, hanem azt szeretni az Isten, hogyha olyan jó kapcsolatban, olyan online szoros szövetségben lennénk vele, hogy újabb és újabb tapasztalatokat szerezzünk a jóságáról, a gondoskodásáról, ahogyan tanít, ahogyan bátorít, vagy ahogyan jóra vezet minket akár saját oktalanságaink ellenében is. Amikor tetszik, amit valaki csinál, vagy valamit megoszt, akkor az embernek nem könnyű, nem nehéz kifejezni ezt az er örömét. Amikor az ember ilyen új éneket énekel, akkor ez azt jelenti, hogy megint felfedeztem valamit, megint hadd el, mert, nem tudom magamban tartani, nem férek a bőrömbe, hogy el de mondjam, hogy énekelni tudnék örömömben szoktuk mondani. Énekeljetek neki új éneket. Az új ének, mint kifejezés, a porosodó, kicsit rigolyás, vallásoskodás és hitben járás tapasztalatához képest egy nagyon fontos kifejezés a Bibliának a Zsoltárokban, Ézsaiás könyvében, és talán a legfontosabb jelenések könyvében is visszatérő kifejezés. Legyen friss ez a kapcsolat, legyen állandó, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt. És amikor mondja a Zsoltár író, hogy nézem az ő munkáit, ahogy összegyűjtötte a tengerek vizét, Ahogyan az úr szavára lettek az egek és szájának lehetére minden seregük, ahogyan ő szólt és meglett, parancsolt és előállott, vagy ahogyan a tizedik versben azt mondja, hogy azóta is az emberi történelmet igazgatja az Isten, mert bár nem ő a világ ura, mert az ember azt átjátszotta az uradalmat, a fejedelemséget az ördög, az önzés fejedelmének a kezébe, de az Úr még így is azért jól megtréfálja a rosszat, és elfordítja a nemzetek szándékát, és sokszor meghiúsítja a népek gondolatait, mert az ő szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Szóval, ahogyan a zsoltáros mondja, minél többet szemlélem, hogy az Isten mit tett, a teremtéstől kezdve, és mit tesz az emberi történelemben, mit tett az én születésemtől kezdve, és mit tesz napról napra az én életemben, rájövök, hogy kell egy jó barát, és én azt hiszem meg is találtam ezt a jó barátot. Mert amiket Isten megoszt, az ő beszéde, az ő gondolatai, az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, az engem örömre, bizalomra, és bátorságra serkent. Tetszik, amit csinál. Tetszik, amit mond. Jó dolog megismerni az urat, mondja a Zsoltáros. És amikor eljut idáig, akkor dönt. Ő maga is dönt, mert azt mondja, hogy szeretnék az ő népe lenni. Szeretném az Istenben bízó életet kipróbálni. Mert a 12. vers szerint boldog nép az, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet Örökségül választott magának. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor maradva a példánál, egy közösségi oldalon valaki bejelöl, akit valamennyire ismerek, de nem túlságosan. Majd rákattintok, mielőtt visszajelölnék, rákattintok az oldalára, és megnézem a megosztásait, és igen, igen, ez az ember erőforrás lesz a számomra. Ez a barát barát lesz, mert kapok tőle, mert erőt ad, mert olyan az értékrendje, ami számomra is fontos, úgyhogy visszajelölöm. Igen, boldog az az ember, aki az Isten barátja, boldog nép az, amelynek az Úr az Isten, mert az Isten beszédéből, az ő igéjéből, ahogy megismerem, az ő megosztásaiból, az ő gondolatait és az ő tetteit a teremtéstől kezdve a megváltáson át, az előttünk álló történelmi szabadításig, addig a kozmikus győzelemig, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és mindörökre megszünteti az árnyék országot, a bűn, a halál, a fájdalom és a könyvirodalmát. Szóval az Isten már addig is azt szeretném, hogyha barátom lenne, azt szeretném, hogyha a gondolatait, a megosztásait, az ő igéjéből, az ő tetteit napról napra egyre jobban megismerhetném, és és tudnék minden nap új éneket énekelni, hogy nem férnék én sem a bőrömben, hogy, hogy az emberek felé, mert sokszor magamtól csak a kételjeimet, a szomorúságaimat, a, a világ és a világ hírei által rámárasztott negatívumot adom tovább. Szóval boldog nép az, amelynek az Úr az Isten, és én ilyen boldog akarok lenni. Tetszik, amit csinál, tetszik, hogy ki ő, a beszéde, a gondolatai tetszik, mert folytatja a Zsoltár író, ő egy olyan barát, aki a 13. vers szerint letekint az égből, és lát minden embert. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő formálta minnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Olyan szép ez a leírás a világegyetem teremtője, akinek szavára lettek az egek, és szólt is meg lett, parancsolt és előállott, olvastuk az előző bemutatkozó részben, nem csak nagy dolgokat tud tenni, hanem aprólékos, részletes, személyre szabott figyelemmel van minden egyes ember iránt. Különleges ezekben a versekben, a 13-től a 15-ig terjedő versekben, hogy az égből letekintő urat, így jellemzi, lát minden embert, minden embert. Székhelyéről lenéz a Föld minden lakosára. Ő formálta minnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem csak az a fantasztikus ebben a leírásban, hogy a világegyetem legnagyobb közösségi oldalát mutatja be itt a zsoltáros, aminek ráadásul a vezetője, a megalkotója, egy erkölcsileg fethetetlenül szerető lény, aki a legnagyobb önfeláldozó szeretetre is képes, és amikor napról napra letekint a föld minden lakójára, akkor nem azt mondja, hogy elegem van már, hogy hagyjanak békén, hogy nekem csak egy nyűg egy teher ez a világ, hiszen itt kicsinyes kis hangya emberkék egymásba akaszkodva pusztítják egymást, és próbálnak valahogyan fogást keresni a másikon, szeretetlenségükbe egymás ellen acsarkodnak, hát jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, Isten soha nem hagyná magára a világot, még hogyha mi magunk űztük is ki őt ebből a világrendszerből. Ő látja az embert, minnyájuk szívét és minden tettüket, és folyamatosan azon töri a fejét, hogy valami olyan megosztást az ő beszédén keresztül, vagy az ő tettein, vagy az ő gondolatainak a továbbadásán keresztül, a Szent Lillek által az ember gondolataiban, lelkiismeret szaván keresztül, szóval, hogy valahogyan szóljon, valahogy van olyasmit osszon meg velünk, amire végre rányomjuk a tetsziket, és... Valahogy végre kimondjuk azt az ő jelölésére, amikor barátnak jelöl minket, és mi gondolkodunk, gondolkodunk, már jó ideje függőben van, hogy visszajelöljem a megerősít gombbal, hogy na jó, leszek a barátod. Szóval itt van az Isten, és várja, hogy visszajelöljük őt. Várja, hogy miközben ő napról napra figyel, és követ bennünket, és ha kell, beavatkozik, de nem fizetheti ki minden rendezetlen számlánkat, mert csak elrontana vele minket. Szóval az Isten egy visszajelölésre vár. Hogy megjelenhessen a maga barátságával, a maga hűségével és szeretetével, a maga beszédével, a maga tanácsával és hatalmával a mi életünkben. Mert más hatalom nincs, ami ezen a földön nekünk segíthetne. Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, mondja a Zsoltáros, és csak a hős sem menekül meg a nagy erejével csalódik, aki lovaktól vár szabadítás, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. Csak hogy egy kicsit képben legyünk, az időszámításon előtti első évezred fordulóján a lovak Izraelben egyáltalán nem számítottak természetes élőlénynek, még a hadseregben sem. Majd Salamon király honosítja meg őket nagy számban. A lovasok és bizonyos harci fegyverek, a szekerek vagy más fegyverek újdonságnak és egészen magas minőségű technikának számítottak, vagy természeti erőforrásnak a harcászatban. Hogyha valaki azt mondta, hogy a lovaktól várja a szabadítást, akkor az egy csoda fegyverben hitt, és ha megtehette, hogy neki lova legyen, akkor ő a legjobban felszerelt sereggel rendelkezett. Ám de ez kevés az életben. A világháborúihoz az emberi fegyverek nem szolgáltatnak biztonságot ám de az Úr, mondja a 18. vers, szemmel tartja az őt félőket és kegyelmében bízókat. Amikor az ember megérti, hogy mit jelent tisztelni az Istent, bízni benne, azaz félni őt, és az ő kegyelmét elfogadni, szóval amikor az ember végre visszajelöli az Istent, akkor szövetségre lép. Akkor tudja, hogy Isten lesz az, aki kimenti lelkét a haláltól, halálból, az Isten lesz az, aki az éhínségben is eltartja őt, akkor mondja együtt hitben, hogy lelkünk az Urat várja, mert segítségünk és pajzsunk ő, csak ő benne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. És kimondja azt az utolsó mondatot, mert ez a Zsoltár egy gyönyörű fohásszal zárul. Ez a mindennapok fohásza is lehet. Akár napról napra, vagy óráról órára is el lehet mondani. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. Milyen más ebben a védelemben, erre a lóra ülve, ezt a segítséget, ezt a pajzsot megragadva, hogy a Zsoltár által használt képeket mi is használjuk, újra és újra Istenhez fohászkodni. Kimondani a Zsoltárossal együtt, ahányszor csak kell, ha kell napjában többször, Uram, legyen rajtam a te kegyelmed, hiszen benned bízom. Tudom, hogy hihetek neked. Tudom, bizonyítottál a megosztásaid, a teremtő jóságod és hatalmad, a megváltó szereteted és önfeláldozásod. És az ígéret, hogy visszajön Jézus az ég felhőiben, hogy megszabadítson minket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Uram, legyen rajtam a te hiszen benned bízom. Ezt a reményt, ezt az erőforrást kívánom mindannyiunknak napról napra úgy legyen.